srácok, srácok. Van számodokra egy jó hírem. Ugyanis karácsonyra én kaptam egy Scania modellt. Most ezt fogjuk ebben a videóban azt mondani, valamint, hogy csak a kabinját. És a kérdezzétek, miért van itt berakva, mert beszállt ez a vége, aztán nem tudtuk megjavítani. Na, akkor kabinnal fogunk kezdeni most kivételesen. Így fog kinézni az elején a kabin. Nagyon jól néz ki szerintem. Na de akkor menjünk szépen sorba, jó? Azt mondja, kell nekünk egyszer ez. Várjátok egy percet. Mindegy, de akkor nem vágok. Jó, ez kell. Ezt is kipacintem, mindjárt a helyén majd megvan. Meg ugye még ezek is. Itt. Ezek megvannak. Meg még hagyottam, fognak kelleni ezek. Majd még ezek. Meg igazából még nagyon sok minden. Annyit elmondok, hogy ez a Topline The Griffin. Szóval, ja. Azt így ugye először is kell fogni, ezt így fejtetőn. Utána ezeket így kell ráragasztani, vagy így. Fúha, nem bajban leszek. De így, igen, így. Csak ugye megvan, hogy hogyan. És ha kérdezné valaki, hogy ez milyen márka, ez Italeri. Simán így, így írjuk, I betűvel mindkettőt, Italeri. Italeri. Kinek mi ugye? Italeri. Én így fogom hívni. Nos, amíg ezt behagasztom még gyors, megnézem, hogy ez... Igen, srácok, én készítettem egyszer egy kéket, ugye, azt a kéket pedig a szülinapomra kaptam még júli 7-én. Hát az nem annyira sikerült, sőt, egy az egyben össze lett vágva. Jó, mondjuk megvan az alakzata, de nagyon siettem vele, és úgy volt 52 nap a munka. Úgyhogy, ja. De ez munka ezzel a Topline-nal bőven. A The Griffin-nel. Akkor még ez szárad, azt addig ide rakom a száradó placra. Addig elkészítjük az üléseket, jó? Jövök milyen is. Csak ide hozzá az üléseket. Nagyon sajnálom nektek, de csak így tudom, mert lusta vagyok vágni igazából videót. Mert tudjátok, srácok, akkor még behozni a Movie Maker-be, akkor elővenni az eredetit, itt tehát nagyon sok munka. Ja, amúgy egy film megy itt. Mellettem a tévében. Ez lesz az alja, ez a rugós része. Na mindegy.
ez így lesz szervesztve, akkor ragasszuk is meg, nem? Meg szép, hogy. Srácok, most viszont vágni fogok, szóval elő kell vennem az eredeti töltőjét. Sajnálom. Vagy anya, videózás után lekapcsolom. Igen, srácok. Így néz ki a szék. Nek az ős része. Ugye, széke kezdem, ügyes vagyok. Nem szék, hanem mi a neve? Ülés. De én lekapcsolom anya csak. Srácok, amúgy tényleg most jut eszembe, hogy is gondoltam volna, hogy vágás nélkül meg fogom úszni. Tényleg majd a száradási időket, meg ilyeneket mennek kell bánni. Sajnálom. Ez lesz a mi a neve, és akkor ez majd ilyenben lesz. Addig ezt a kettőt is gyorsan elkészítem, esetleg nem gyorsan, inkább elkések a munkával, de... A kezdő az nem számít, jó, jó van, köszönöm szépen, akkor... Akkor srácok nem kell sietnem, ha. Max lekések minden film, minden jó filmről. Minden jó. Dennis a komikról. Puh, amúgy az tényleg jó szokott lenni. Meg a reszkesed, az nagyon jó. Az a legjobb szokott lenni. Amúgy srácok, ez tényleg jó, hogyha adakoznak a szegényeknek. Jó. Addig egy picit ezen dolgozunk. Addig itt ezt bekenem ne... Igaz, hogy ezt nem a mai videóra terveztem, de... Így adta ki az időm. Nézzétek, wow. Akkor ezt ide rakom száradni. Meg ugye még ezt így ráragasztom. Így. Nem, srácok, most itt eszembe. De ez majd nem is most jön igazából. Ezeket csak előre készítettem. Ó! Egy perc. Itt vannak. Srácok, a matrica vízben oldódik. Ha valaki kérdezné. És azt írja, hogy jön egy ilyen. Készülget a kis Scania. Amúgy semmi baj, apa. Tök jó leves. Hús leves. Az angol rokonainál fogok mondani. Hiszen nagyon gazdagok, hogy kastélyban laknak a Gorszonpolban. Ez egész jó, amúgy. Hát nem annyira örülnek neki. Kiégek. Anyámat így hittem. Jenny. Ok.
Ez amúgy anya? Ez a jóban, rosszban? Ez. Aha. Mi? Pedig abban is van egy Jennifer, nem? Na, mit mertetek rá mondani? Különben is tetemes megtakarítást jelent, hogy itt van. Miért kell a fogunkhoz verni minden garast? Nem szólhatom a bárhatok a bőt? Azt a srácokat! Ezt te verte mindenség itt! Bocsánat, srácok, nálatok úgy látszik, mint hogyha jobb kormányos lenne, de igazából ez bal kormányos. Csak ugye fordítva van a kamerám. Ezt addig ide elrakom. És a pedálok. Szóval vágás, már rázog azt. Na, így vagyok, elválasztottam. Megpróbáltam mindent oda tenni az eredeti helyére, nem tudom mennyire sikerült. Nem mások gondolják. Srácok, az a baj, hogy igazából itt mindent megoldottam, szóval akkor megoldom még a székeket, üléseket, bocsánat. Igen, amikor én is szoktam ülni kamionokban, tényleg szoktam egy nagyon picit lejjebb csúszni. Tehát így beljebb szokott dőlni egy nagyon picit az ülés. Ez nem tudom, miért jó, vagy miért nem jó. Igen, de videózok. Anya, videózok. Na, srácok, mint láthatjátok, ugye most lerakom. Kész. Majd. Szép. Szép, szeretem ezt a kamionodat. Amúgy légy szíves, lekapcsolnád nálam a villanyt? Hát nem. Szuper. Fú, tényleg jut eszembe a vágásban, meg is oltattam volna. Na mindegy. A srácok, kész is van mindkettő ülés. Jó, amíg ezek nem helyez... Tehát amíg ezeket nem helyezem... Nem, mert meg is szárad, de jó. Megszárad, srácok. Akkor lehet majd dolgozni. Oké. Okay. Jó, legyen boldog karácsony. Ja, tényleg, srácok, karácsony... Most komoly. Karácsony óta nem volt egy videó sem. Ezzel az is látszott, hogy... Hát nem. Nos, srácok, most így állok a kabinnal. Picit vágok. Itt vagyok. Az érzékeny figura.
ez nem vág be. De lehet, hogy ez nem odavaló. Jó, meg vagyok ezzel is. Nice. Addig előre dolgozunk, srácok, ameddig megszállod a munkatendet. Oké, köszönöm, hogy szóltál, tévé. Miért mondta azt, hogy vigyázzak? Kiégek. Osztálytársak, ne írjatok most nekem. Vagy nem, TikTokról írtak az osztálytársak, igen, srácok. Nos, rárakjuk ezeket a légelterelőket addig, amíg ez szárad. Jó, ez megszáradt. Na, akkor folytathatjuk a székek behelyezésével, vagy ülések, bocsánat. Csak srácok, most van időm dolgozni, mert holnap reggel is megyünk valahova, ha jól tudom. Nem tudom, ma voltunk. Neveket nem fogunk mondani, annyit mondok, hogy... Sőt, inkább azt sem mondom, hogy miért nem voltunk. Csak nem voltunk itt, hanem dolgom volt ennyi. Srácok, nézzétek most meg! Igen, jót. Nos, B betű. Tehát B. Jó, az kell rá. Jó, meg lesz.
van. Hát valahol ide tettem, van egy olyan, hogy dolgoztam, hogy nagyon picit belekezni akartam. Az, de... Valahova... Ja, itt vannak, csak nem vettem észre őket. Nice. Hogy kell az ágy, az a kormány fel... Tehát a párna az a kormány felé. Okay. COVID-19. Nem voltak eléggé távolságtartók, és a bankba sem léphettünk be maszk nélkül. Sok mindenről lemondtunk, de a karácsonyhoz maradtunk, senki sem teheti el tőle. Válogass kedvedre a Telekom moziklub több mint 6000 tartalmából. Most itt van. Minden helyzetben együtt. Velük. Telekom. A legfrissebb lesben. Hordás Mortjé 2020 volt életem legnehezebb éve. Müller Piroska vásárolódikó Csernusi nem ügy interjú. Meg ne üteljen előre az az ember. Ez volt a legnehezebb éve. Már nagyon reméljük, hogy itt tényleg. Mert akkor az ágyat lehet később kerülni fel. Vagy nem tudom, de... Nos, srácok, így állunk már a kabinnal, váltok az ideját, mondtam úgy. Szóval szereljük össze a makettet, és utána pedig... Utána pedig már a többit a következőben. Bocsánat, amúgy srácok, hogy össze-vissza beszélek, csak... Csak ugye nem vége, jó. Jó, hogy még... Olyan egy órája, ha értünk haza, egy órája. De még, még igazából ki lehetne menni, mert 8 óra még nem nyugodt el. Én azt költeném, hogy egy trol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 ó. Amúgy a lándzsás ütékfű az a... Ez tényleg jó, mondjuk. Én egyszer meg úgy mondtam, hogy útifüves lándzs. XD. Csak srácok, egy a bajom most. Azért a vonatképességek egyből felfigyelt. Tehát, hogy a vonat egyből is felfigyelt én. Fúha. Komoly modell lesz ebből, srácok.
Mindjárt berakják a podgyászt. Egy óra múlva. Na, akkor most berakjuk a podgyászt. Tuti ez lesz. Tuti valami ilyesmi trollkodás lesz. Na srácok, már ez az oldalsó kis része is fenn van. Most jön ez. Oké. Okay. Srácok, ez nagyon nehéz volt megérteni. Azt mondta, lehetséges a lehetetlen. Hol van ebben most az igazság? Most lehetséges vagy lehetetlen? Döntsétek el. Hát akkor olyan névet kellett volna neki adni, hogy lehetséges, nem lehetetlen. Miranda. Valahonnan a Harry Potter kezdi. Anya! Abban a korban készült a Harry Potter, csak azért, mert szerintem azt mondta az az ember. Nem hinném, mert Windows 10-esek a gépek rajta. Ja, meg van egy apró gép is, jó van. Pont fél órája dolgozunk egy srácok. Oké. Okay. Hát a nem kérem. Jó, beszól neki. Jól beszól neki. Oké. Na srácok, amúgy szednétek majd a csatornára ilyen kis mém videókat. Leálljanak. Később majd hívjam. 5 másodperc az időm. Jó volt. Ezt srácok. Végre tovább tudok jutni a következő leckére. Fél órás pont. Ez. Lehet, hogy ezt ilyen egy órásokban fogom leadni. De most ilyen könnyű részek jönnek, srácok. Ugye, srácok, ez is mutatja már, hogy ez viszont top line lesz. Látok, hogy 100%-on vártalom? 3.
Igen, jöttek egy értesítés. Srácok, a telefonom fél perc múlva kikapcsol, de azért kiköszönök. Nem baj, nem volt benne semmi ital. Ha nem gond, én most kiköszönnék, mert egyrészt lemerültem, másrészt meg így nagyon nehéz dolgozni, szóval, ja. Majd holnap is lesz egy videó, mert most így naponta lesznek ezek a videók, oké? Na akkor további kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek addig is. Na, hali!